Jól hello, hello, sziasztok, ez itt Kerberus, jó hír, legalábbis számomra, baromira. Többször elmondtam, bügyesztett szájjal, hogy szegény leven a, a többi Clash of Night hőshöz képest, hát ott nagyon csak ellenyésző képességekkel rendelkezik, hogy nagyon-nagyon finoman szóljunk. Egy közepes töltődés mellett az a bizonyos sebzés, úgy, hogy semmiféle game changer dolgot tulajdonképpen nem tartalmazott hozzá képest egy, egy, egy Guardian Kong, aki ezer éves, és, és cleanzel, és, és stb. stb. nem tudtam egyszerűen helyre rakni, úgyhogy úgy lett volna rá egy kisebb vagyon, hogy, hogy buffolni fogják, és Play for Fun kollega épp fórumra hogy megérkeztek a márciusi balans változtatások, Ferrant annyira nevetségesen módon <laughs> nagyon túltápolt volt, hogy belőle visszavesznek, 135% helyett 115-öt fog visszajutni, és a mana égető hatása gyorsabban elfogy, mint az, mint az eddigiekben, úgyhogy innentől kezdve feltételezem, hogy őt most már nem fogjuk látni, hogy akár ilyen top vagy top közeli klánokban is nom állandó tanként, mondjuk háborúk idej alatt de hát ott, ott tartott feránt, hogy nem is kellett gondolkodni tornákon, hanem automatikusan mindenütt lehetett rakni. Úgyhogy valószínűleg ez megszűnik. és Leven a buff közepes manatöltődés helyett gyors sebességű lesz, úgyhogy ez viszont egy, egy, picit egy fricska is, mert Master Lepus után, aki ugye elő, első olyan gyors karakter volt, 280%-os sebzéssel gyors manatöltődés mellett, ugye aztán saját magát egy picikét megnyesegeti, Hát most Leven a szintén gyors töltődés mellett fog 260-at sebezni, vagy 270-et. Uh, most lehet, hogy nem akarom összekeverni a sárga elolja, de talán ő se vesz és levén a 260 at De még egyszer gyors manatöltöd mellett, és ez a gyors azon képességével, hogy gátolja az ellenfelek talentbeli aktiválódását, ez megint csak iszonyú nagyot fog dobni a latban, hogy a fighter és a rugó emblémák nem játszanak, és mindezt 7 csempéből akár egy 29-es manatróppal. Ezen kívül jön egy Rainbow mérgezés, 748 helyett 1500 remelkedik, illetve 4 kör helyett 5 kör alatt fogja kiosztani ezt a sebzést. További balanszváltoztatások érkeznek áprilisban a 47-es verzió kiadásával. Gyors videó, ennyi. Örüljön az, akinek meg lett levelne. Innentől kezdve azt hiszem, hogy most már én is ráállok és felhúzom. Szép napot, sziasztok!